Balogh Gyula, címzetes kanonok, pápai káplán, esperes 1952. október 14-én született Besenyszögön. 1978-ban szentelték pappá. Újfehértón, az egri fájdalmas anya plébánián és Ózdon töltött szolgálati éveit követően 14 éven keresztül a kispapképzésben vett részt lelki vezetőként, volt az érseki papnevelő intézet és a kései hivatások szemináriumának rektora is. 2013 és 2018 között Miskolc Diósgyőrben, 2018-tól Gyöngyös Felsővárosban látja el plébánosi feladatait. Emellett az egyházmegyés papok spirituális vezetője. Azt szokták mondani, hogy nem feltétlenül jó az, hogyha egy-egy mozaik vagy puzzle darabot kiragadunk egy egész képből, mert az nem mindig tükrözi az egész képnek a lényegét. Én most mégis ezt teszem, Gyula atya, amikor ezt a beszélgetést elindítom. A te életedből egy apró kicsi mozaik darabkát szeretnék most itt megemlíteni, amiben úgy gondolom, hogy benne van mindaz, ahogyan én téged látlak emberként, lelki pásztorként. Ez a történet még az ózdi plébános éveidhez kötődik. Akkor hallottam ezt, nem beszéltük meg előre, nem biztos, hogy örülsz, hogy ezt most én felidézem. Az akkori sekrestyésed mesélte, ugye? Egy plébános meg egy sekrestyés elég szoros kapcsolatban szokott lenni egymással. Sok mindenről beszélgetnek, és hát szóba került az is, hogy kellene már egy új cipőt venni, mert régi is, lyukas is, befolyik rajta a víz, a plébánosnak a cipője, úgyhogy vettél egy új cipőt, büszkén mutattad a sekrestyésnek, hogy lám-lám, itt van ez az új, és milyen jó, jöhet az esős idő. Aztán eltelt egy-két hét, és újra a kopott régi cipő volt a lábadon. És megkérdezte a sekrestyés, hogy hát Gyula atya, hol van az új cipő? És valami olyasmit válaszoltál erre, hogy tudod, Józsi, másnak sokkal nagyobb szüksége volt erre a cipőre. Ez az a kis történet, ami úgy gondolom, hogy hűen tükrözi azt, ahogyan te a papságodat, függetlenül beosztásoktól, rangoktól, akár elismerésektől élted az elmúlt évtizedekben. Én hálásan köszönöm, Gyula atya, azt, hogy vállalkoztál erre a beszélgetésre, és köszönöm a tegezés lehetőségét is, hiszen hosszú évtizedek óta ismerjük egymást. Ez a kis történet, amiben benne van az ember szereteted, benne van a másokra való odafigyelésed, az, hogy valóban életté kell váltani a Jóistennek a szeretetét, ezt te még gyermekkorból, a családodból hozod? Mi az, ami megosztható a családodról? Hát nem mondom, hogy szegény családból származok, mert édesanyja mindig mondta, fiaim, amíg van egy falat kenyér, addig nem vagyunk szegények. Tehát az mindig megvolt, még több is jutott. Szóval az ő életükbe azért láttam. Tehát nálunk etnikumnál nincs a falu a mai napig sem, de mindig megjelent úgynevezett etelnéni, aki minden héten jött, és csak annyit mondott, édesem, Irénkén van valamit. És édesanyám adott. Édesanyám is ilyen lelkületű volt, csak azért megjegyezte, mint férfi, hogy te figyelj, azt, hogy már ez a etelnéni már kétszer járt a héten nálunk. Azt mondja, jó, majd a Jóisten megadja nekünk. És anyám mindig ebben élt, meg a papám is fölvette ezt a ritmust, és hagyta is, hogy a etelnéni kapjon. Még volt egy nagyon szép szokásunk, az egész falué volt ez a szokás, hogy a Szent Antal szobor előtt mindig nyitva volt a templom, kis falu volt akkor, és volt egy üres asztal a Szent Antal szobor előtt. És ott mindig vittek kenyeret. Valaki oda tett egy kenyeret, és más nem vitte el, csak az, akinek kellett. Én titokban tudtuk, hogy ki az, aki elviszi. Nem volt szociális háló, meg ilyesmi, tehát ő tényleg rászorult. És többször volt édesanyám, amikor kisütötte a kenyeret, még akkor háznál sütöttünk, hogy kisfiam, szaladj már el. Egy ilyen cipó nagyságú volt az egész, és lehet, hogy ott maradt úgy a lelkemben ez a dolog, hogy a Jóisten megőrizte ezt a szociális érzéket bennem. És akkor nem egyszer én vittem el a Szent Antal szoborhoz a kenyeret, és tettem le. Na tehát én már erre nem emlékeztem, amit
te elmondtál nekem, de köszönöm szépen. De volt egy ilyen történet. Igen. A Jóistennel való kapcsolatod is gyermekkorból származik, onnét indul? Igen, tehát vallásosak voltak, szüleim együtt gyakoroltuk a keresztény életet. Ott az vasárnap szent volt, és mindnyájan fiúk vagyunk, tehát lány nem született, engem annak várt édesanyám, de nem az. Hányan vagytok testvérek? Négyen, még ők élnek, szüleink már nem élnek, és az természetes volt, hogy bátyáim is minisztráltak, ők idő után kikoptak, kamaszok lettek, én is minisztráltam, tehát, és a vallásos lelkület az ott volt. Tehát éppen másnak is a napokban mondtam, hogy én nem úgy láttam apámat, hogy elment húsvét időben jónni. Ő a tehette havonta. És mindig elmondom, hogy ami példa volt előttem, az, hogy ő letérdelt a gyóntatószék előtt, és úgy készült, még ott a sorba várt. Tehát, hogy nagyon... Tehát úgy havonta meggyont a család, úgyhogy az egy ünnep volt, a hónap első vasárnapja együtt ebédeltünk, hogy... És utána sokszor jutott eszembe, olvastam Márton Áronnak egy följegyzését, hogy amikor bevonul, nem tudom, jubileum, püspökségében ünnepelt valami jubileumot, és vonul be a templomba, és a szülei még éltek. És ajándékba vittek neki egy szülői házról egy makettet. És... megállt a püspök, Márton Áron, és azt mondta, hogy na ez az a ház, ahol én megismertem Istent, ez az a ház, ahol mindig hallottam, hogy van valaki fölöttünk, itt tanultam meg a munka becsületét, és folytatta tovább Márton Áron, és akkor úgy rácsodálkoztam Márton szavain, hogy valami hasonlót én is találtam gyerekkoromban már otthon. Te is így nézel akkor a besenyszögi házra, megvan még a ház? Eladtuk már. Nincs meg, hát megvan a ház maga, megvettél valasit. Hát egyszerű 60-as években épült, ilyen kockaház volt, és hát tesóim kaptak házat, vagy építettek, kispórolták, összekeresték, úgyhogy a család összefogott. És ebben a... Én nem is tudom azt mondani, hogy én nem mondogatta sose édesanyám, meg édesapám, hogy legyél pap. Ministráltam naponta kétszer is, volt esti mise, nem csak én voltam, akkor volt 20 minisztrás, fiú, sok fiú. Templom körül, és talán ebből nőtt ki az, hogy most jelenleg még vagyunk négyen. Ernő már meghalt, Zajszernő, de öten voltunk még, akik papnak készült. Egy még papnak készült. 20 minisztráns fiúból 5 pap lett. Igen, lett. Mondjuk Ernő már meghalt. De az egy nagyon-nagyon szép, meg nagyon jó arány. Még azt is összeszámoltam most, hogy készültem a veletek való beszélgetésre, vagy hogy megosszam az életemet, hogy Isten mindig úgy szeretett, hogy mindenhol támad papi hivatás. Tehát összeszámoltam, úgy 10 hivatás mögött voltam ott, mint plébános vagy lelkipásztor. Egri megyébe. Na végignézzük ezt az életutat. Úgyhogy azt mondod, hogy az alapokat, azokat megkaptad a szüleidtől, láttad azt a nagyon mély hitet, ami... A család ima is nagyon erős volt. Tehát azt, ha otthon voltunk, akkor mindenki ott imádkozott, ha nem, akkor aki otthon volt. Tehát föl se fogtam talán, amikor kicsi voltam, még csak nagyon viharos idő volt, és édesanyám elővette a szentelgyertyát, ezt mellettünk ma már megmosolyognak, de letette a földre, leültünk, és akik ott voltunk, imádkozunk most apátokért, mert ő most kaszál. Akkor még nem volt TS. Tehát ezek akkor talán föl se fogtuk, csak most, amikor az ember már lelkipásztorkodásban van, még most látja a családoknak a... Zilágyságát. Zilesz, igen. És hogy mit is kaptam én ajándékba ott. A papi hivatás gondolata az mikor kezdett érlelődni benned? Lehet, hogy csak mozaik kockákat tudok említeni, ami utólag állt össze, hogy ez a papi hivatás felé vitt. Egyrészt szeretem minisztrálni, még ami a minisztráláshoz hozzátartozott, akkor még hagyományos kis falu volt, betlehemezni jártunk karácsony előtt. Örömmel voltunk ott, reggel 6:30 volt az első mise, hát ma kérdez még egy gyereket, hogy föl kell 6:30, hogy elmenjen a templomba. És ez is ott volt. Utána az egyik káplán atya kezdett úgy velünk foglalkozni, hogy tanított harmóniumozni, mert kántor meghalt, és a nagyobb fiúk, akik ott minisztráltunk, és egyszer csak úgy elejtette, hogy ahogy közeledtem a 8. felé, hogy nem jó lenne esetleg egyháziskolába menni.
mert még addig nem volt senki a falunkból egyháziskolába. Megszólított, így kerültem a piaristákhoz, Kecskemétre. Ott is éltem a diákéveimet, ott is szerettem misére menni, tehát reggel leengedtek a reggeli stúdium alatt, ha valaki szentmisére ment. Ott volt egy nagyon jó lelkiatyám, a Szójköldön, aki káplánként volt a piarista templomban, de a piarista végzettségű tanár volt. Ő hozzájártam rendszeresen gyónni, ezt megőriztem. És amikor úgy vége felé jártam a gimnáziumnak, akkor összefutottam egy atyával, aki ott volt kisegíteni szülőfalomban nyáron is. És emlékszem, hogy egy ilyen tanácsot adott, hogy lehet, hogy többet kéne imádkozni, és akkor kialakult bennem, hogy kimenőről a piaristáknál, negyedikes voltam akkor, egy két percet érdelni a templomba is, útmutatást kérni, hogy mit akar. De ebben valószínűleg vele segített a két év katonaság is, mert utána elvittek a szeminárium elején rögtön, és két évig. Ott meg láttam már az életet. Akár a sok jó emberrel is találkoztam ott, lentibe voltam, meg találkoztam olyanokkal is, akik talán kisiklott az életük. Szeminárium éveire hogyan emlékszel vissza? Hát az nagyon különleges. Csak azért is, hogy a gyakorlati lelkipásztorodás mindig érdekelt, és abba, lehet, hogy abban olvastam legtöbbet. Teológia is, szerettem a teológiát is. De ott az első évben a lelki vezetőnk Feri atya volt Tomka. Uh-huh. Ott sokan voltunk, hála Istennek, és akkor felsőbbeknek a Váradi atya volt a prefektusa, az első, másodikosnak, az elsőseknek csak a Feri atya. Ő mint fegyelmi előjárós idéző elbe, mert azért csak ők összehangoltak a tanáratyák, és a lelki vezető is volt, és ott találkoztam először, amikor az ember úgy kutatott, hogy hogyan lenne minél gazdagabb az Istennel való kapcsolatom. Nem is azt mondanám, hogy rögtön a fokolára, azt sem tudom, mi az a fokolára, zárlat volt, határzárlat, nem lehetett behozni. De Feri atya volt kint tanulni, és mindenféle mozgalmat meglátogatott, mint vallásszociológus is. És ő csak ennyit mondott, hogy talán a lelki életünkben segített az igeélés. Ami nem új, hát aki keresztény, katolikus Bibliát ismeri, az mindenki tudja, hogy élni kéne az Isten igéjét, de hogy az megélni a napi eseményekben. Akár ott egymás között a kispapok felé a szeretetet, vagy a szeretetnek azt a módját is kipróbálni, ami most nagybődben vagyunk most jelenleg, hogy a legnagyobb aszkézés mindig, ha meg kell halni a testvérért. És ez nagyon szépen úgy, ez a Szentléleknek a munka a dolga volt, hogy egyszerűen az ember, nem egyedül voltam, már többen is voltak, akik ugyanezt próbálták úgy megélni a lelki életükbe, akkor már behatolt a kis közösségeknek a szelleme a szemináriumban. És nyáron már sok-sok élményt szereztünk. És ott elkezdtünk, ilyen ima csoportok születtek meg. Ez nem csak a fokolár, hát nem, még fokolárt nem is nagyon akarnám mondani, mert annyira csak az igeélés volt, hogy mit jelent, ha éljük az evangéliumot. Hát a Spiri atya Kovács Püspök atya volt, és ő is punktázott, elmékedett, és hogy ne annyi legyen csak, hogy egy szép gondolatokat mondom, hogy hogy váltom életre? Úgyhogy én nagyon sokszor összhangba hoztam az akkori napi igét, amit még külön választottam magamnak, meg a Püspök atyának a gondolatait, és nagyon gazdag napokat hozott. És ennek a kicserélése az az érdekes a fukár lelkiségben is, hogy nekem mit adott az Isten igéje, és mondjuk neked mit adott. És ezt megosztani. Megosztani egymással. A közösségi lelkiségnek ez a titka. Tehát amit, mert nem negatív értelemben mondom most a kifejezést, mert van az individualista kereszténység, mi most nagy bőjtben is így vagyunk, hogy bőjtölök, nem eszem, nem nézek tévét, ez jó dolog, de a pozitív aszkézis pedig, hogy elkezdek szeretni. És szeretetből élem a bőjtöt is. Hát igen, nem csak a lemondás, hanem a jó cselekedetek ugyanúgy hozzátartoznak a jó. Igen. Na, ez egy nagy lépés jelentett, hogy közösen néhányan voltunk, hogy na, szálljunk rá időt vacsora után, amikor van ott a punktáig, még egy jó fél óra is. Osszuk meg. Na, itt kezdtem megsejteni, ami majd később azonosult be, hogy a fokolár lelkiség innen, ez volt a második lépés.
a közösségi lelkiség, meg az egyháznak a szíve, lelke, a közösség. A pünkösdi esemény példásan mondja, hogy ott nem csak az apostolok kapták meg a szent lelket. Ott voltak a világiak, meg akik Jézus körül csoportosultak, és azt jelenti, hogy ma az egyházat így képzeli el az egyház tanítása. Hogy közösség, és közösségbe kaphatnánk sok-sok kegyelmet. Én mindig szoktam mondani, vasárnap nem az, hogy kötelező, meg alá kell írni. Ez csak egy adminisztrációs dolog. Lehet, hogy van, ahol nevelő hatással is van a gyerekekre. De az, hogyha öröm tölt el, hogy együtt imádkoztatom, megéletem azt az egységet, amit pünköskor. Egyrészt az igén keresztül tanít, ott van az eukarisztikus Jézus, aki egyét tud tenni bennünket. Ezt most kezdjük fölfedezni egyházon belül is, és ez vezetett utána nyilván a papi évemben is, hogy bárhová kerültem, amennyire jobban megismertem a mozgalmat, az mindig segített, hogy fölfedezzek, mi mondom, az egyháznak a gazdagságát is. Egy mozgalom se maga erejéből született. Egyházban mindenhol mindig ott vannak ezek a kincsek. Bármelyik mozgalmat lehetne most említeni. És így láttam meg én is ebbe, hogy ebbe, amikor már lehetett a határokon túljutni, akkor már az ember forrásokhoz is eljutott, és megismert az ember, hogy ez a, hogy mondjam, nekem ez adott egy nagy kincset, amikor papokká váltunk, hogy ezt vigyük tovább, amit a szemináriumban éltünk, az legyen a szabadnapunk közös, legyen a nyaralásunk közös, de azzal a Jézussal, aki benned is működik, és bennem is működik. Ez a kölcsönös szeretetben. És ez teremt meg egy új papságot, ami sok-sok olyan hibától megvóv, amiben ha egyedül vagyok, és nincs társam, akkor lehet, hogy megingok, vagy ha nem is ingok meg, akkor nincs annyi öröm bennünk. És amikor köztünk van, Jézus, mert ezt jelenti, hogy köztünk van, te benned is működik, én bennem is működik, és ez köztünk van, és ha én most se csinálok nagy reklámot a mozgalomban, nem tagadom, most már nyíltan lehet róla beszélni, de nem, de a szeretetre mindenkit meghívok, meg arra is, hogy a kölcsönös szeretetre is. De munkatársakkal szoktunk beszélni, hogy nem az a lényeg, hogy van egy kávézónk, meg van egy kincstárunk, hanem aki jön, kivel találkozik? A kincstári tárgyakkal, vagy pedig a szeretettel. Ebben nagyon együtt vagyunk, és nem tagjai mozgalomnak. De én bennem, az én szívem ezzel van tele, hogy csak így érdemes paposkodni, és itt tényleg a papi közösség az egy óriási segítség. És hogy mondjam, a vágy ott van minden papban. Most tartottam egy továbbképzést a Debrecen Egyház megyébe, fiatal papoknak ígatt az utolsó 10 évbe. Hát olyan erősen ott volt bennük, hogy csak azok voltak, akik jól is ismerik egymást, a 10 évben szentelődtek, hogy és bátorítottam, hogy amit most elindult bennetek, hát fiatal papok vagytok még, de ápoljátok ezt az egymással való kapcsolatot. Örülök, amikor az érsekatya is ezeket mondja. Csak nyilván ez nekem úgy tapasztalatom, hogy csak lelki alapon lehet, miért találkozunk. Van abban a játék minden, tehát a nyaralás alatt, 2 hét alatt. De és ez a szemináriumban érintett meg, majd később nyilván, hogy akkor bekerültem a papaságban, csak így tudtam elképzelni. Közösségekbe ezt hogyan lehetett bevinni? Ugye 1978-ban szenteltek, az első állomás helyed Újfehértó volt, de ugrok is egy picit, mert ott nem csak káplán voltál, hanem néhány évvel később visszakerültél oda plébánosnak is. Most milyen emléket őrzöl erről az időszakról? Ez olyan, mint ahogy néha az öreg papok mondták mindig, hogy az első helyed olyan, mint az első szerelem papságban is, hogy oda kerülsz valahová, és hál' Istennek a szeretet megtanított arra, hogy legyek alázatos. Tehát nem én vagyok a legokosabb, nem én mondom meg a tuttit, hanem ugyanúgy szeressem őket, és készüljek a hittanórára, a predikációra, és lassan megszületni. Nem nagy csapatok születtek meg, de hogy 15-20 fiatal mozgott, azokkal az nyilván most a pasztorációs módszerekről nem akarok beszélni, de ott is ugyanez volt, amikor fölfigyeltünk a új emberbe, most a neve nem jut eszembe, aki szerkesztett egy rovatot, újságíró, meghalt már, és
közzétette, hogy lehet beküldeni tapasztalatokat. És 3/8-os hittanoson beküldött egy tapasztalatot, és leközölte az újságba. Mert akkor már gyakoroltuk, hogy mi lenne egy hétig éljük ezt is, amit egyre teszek a legkisebbek között, nekem teszitek például egy mondatot. És csodát tesz az ige. Tehát egy 8-on most nehezebb a csapat, de szerintem most is fogékonyok rá. Hát most már nem úgy vagyok benne lelki hitoktatásban, mint régebben. De akkor hát az egy olyan élmény volt, hogy még vonzotta is, nem a, mert többet nem küldtünk be, de ezt beküldtük, és gyerekeknek nagy élmény volt, de ez lendületet adtam, hogy felolvastam, hogy látjátok, még a országosan is ismertek leszek, hogy élitek az evangéliumot. És a házasok körében is így volt. Tehát, hogy megszületett egy kis csapat. Meg kamaszok, akik már, akik volt, vagy 3-4 ember, elvittem a Máriapolira is, hát azok még bujkálni kellett az erdőbe, tilos volt minden. Ehhez az időszakhoz köthető a hajszoló is, ugye? Nem, ez káplános idő, még utána visszakerültem plébánosnak, és ehhez az időhöz valahol, mert akkor is még ez olyan megtűrt dolog volt, hogy négy helyen a kapott engedélyt a püspökig arra, hogy elindíthatja ezt a, mivel nem volt igazán hitoktatóképzés, nem alakult még ki, és a, elfogadta az állam is, hogy legyenek már olyan intelligens valakik, akik tudnak egy kis közösséget formálni vagy vezetni. Ez volt a gyökere, és így egyre, mert benne voltam, a ifjúsági referens voltam akkor az Egyházmegyébe is. Emlékszem, hogy akkor azt mondja, hát Eger is indítson a keleti részen, és így került ez is Újfehértóra, hogy oda kerültem vissza a plébánosnak. És nyilván akkor 6 év telt el, és ott megtaláltam, felnőttebbek lettek a kicsik, a házasok erősödtek, tehát nem nagy létszám, de ez akkor döbbentett rá, amikor a közösség egyik családtagja pap lett, és megkért szónoknak. Ezkor eltelt már nem tudom hány év, vagy évtized már, és hogy az áldozás alatt én leültem, más papok áldoztottak, és az ember úgy nézte, hogy kik jönnek áldozni. Mert azért az áldozás az egy jel, hogy mennyire maradtak hűségesek, mit jelent számunkra a szent áldozás. És azt mondtam, most éveket akarnék mondani, de lehet, hogy egy 20 év eltelt. És vagy 25-öt számoltam meg, akik akkor kamaszok voltak, karjukkal, gyerekkel jöttek, és mondom, hogy 20 év alatt 25 ilyen, mert egyik közülük sekresés volt, másik kántor volt, tehát az egyház javára születtek ők meg, abban első hitanos közösségben, meg éppen az elköteleződés segítette bennük az ige élés. Szintén kétszer kerültél a Servita plébániára, Egerbe, a Fájdalmas Anya plébániára, káplánként is, aztán később újfehértói plébános évek után újra visszakerültél oda is plébánosnak. Ez az időszak, ez mit jelentett számodra? Eger azért egy teljesen más. Hát a rendőrség is észrevette, hogy más. Egy útlevél kapcsán külön szobába hívtak be, és elkezdtek elbeszélgetni velem, hogy igaz az, hogy milyen jó, hogy itt Egerbe került már Újfehértő után. Hát mondom, érsek, hogy a helyezet, én meg ott érzem jól magam, ahová az érsek helyez. Tehát válaszokra is vigyázni kellett, és nem vágyik arra, hogy Rómába tanuljon. Tehát egész így ígéreteket tett, vagy segíteni akarta a jövőm szempontja. Mondom, nem, hát én csak a pasztoráció érdekel igazán, és azt még megtalálom, mondom, jó főnököm van, mert szakú, hogyha jó főnök volt. Legtovább engem imultam mellett a 6 évig. Ez az a káplános év volt, mindent engedett. Tehát mondta, hogy ne tarts semmitől, tartom a vállamat, stb. És tényleg, mondjuk ott meg is figyeltek, tehát a levéltárból kiderült, hogy megfigyeltek engemet a Servita templomnál, vagy a plébánián. De ebből te azon kívül, hogy így behívtak, és megkérdeztek? Nem. Semmit nem volt semmi, nem volt semmi. Csak egy kollégám, aki kutatta a levéltárat, megtalálta a velem kapcsolatos lapot is, hogy megfigyeltek Egerbe, és külön, hát nem tudom, hogy őnáluk hogy zajlott ez, de ezt én nem éreztem. És ott még volt egy fájdalmas búcsú, egy hagyományos búcsú, abba bele kellett kapcsolódni. Megint ebből a lelkületből, hogy most a Isten őket küldi, őket kell szolgálnom a hétvégén.
és fölfedezni, ott meg különösen is, hogy a szűzanya temploma, és hát azt még nem árultam el, hogy nekem ott kispakkoromban volt egy, ennek a kis csapatnak, akikkel összejártunk, egy felajánlásunk. Elmentünk kimenőbe is, és a fájdalmas anya szobor előtt tettünk, hogy mivel a fogalmozgalmat hívják Mária művének is, tehát a szűzanya tisztelet otthonról hoztam ezt is, de hogy így egy mozgalomba kerültem bele, ahol a Vatikán először így fogadta el a mozgalmat, hogy Mária műve, és azt gondoltunk, hogy ajánljuk fel az életünket a szűzanyának. Hogy ha ő úgy látja, akkor erősítsen a mozgalom lelkületével bennünket. És így mindig, amikor oda kerültem, akkor ez nyilván nagyon tudatos volt bennem, hogy most hová kerültem. És így voltam a 10 hónapig a második alkalommal fájdalmasoknál nővérekkel, és hát ott hát nagy illusztris vendégek jöttek az olasz nővéreket meglátogatni, a Cserbi nuncius atya is eljött oda, és hát egy pár órát ott töltött velünk, és én jól éreztem velük magamat, meg sokat segítettek a pasztorációban, annak erre a nyelvet nem nagyon tudták, de Edith nő tudott gitározni, és ez színezte. Te pedig Ószra kerültél, igen, méghozzá 92-től 99-ig, 7 évet töltöttél Ószban. Előtte éve zárták be a gyárat, tehát 14 ezer munkanélküli, 14 ezer cigány városon belül. Volt telep is, azzal szép kalandjaim voltak. Tehát egyrészt a szociális érzékemet még fényesítette, hogy nem hagyhatom abba. Az szép színes volt. Tehát kialakult a Karitász, akkor olyan áldott jó házvezetőnél volt, Jüci néni még él, 80-valány éves, és annyira szépen meg tudtuk élni a szeretetet. Hát Jüci néni, tudom, hogy szeret sütni. Süsi már mindig, nem baj, a plusz költségekbe kerül. Ilyen száraz sütemény, ami eláll. És hát azt látnotok kellett volna, hogy amikor tudjátok, a plebánia dombon van, és akkor jöttek az iskolába a gyerekek, hát nem tömegestül, de 8-10 gyerek azért mindig felszaladt, és elég volt az, hogy Jüci néni adott nekik egyes ütemény, nem kértek többet. Vagy amit leszereltünk a egyik egyházi ingatlanunkban, ilyen csöveket, vízvezetés, hogy odaadni, mert házat építenek. Tehát ezek nyilván nem félérészkedtünk, hogy pénzt adjanak. Sok nem filléres dolgok, és ebből az időszakból származik, amivel kezdtem ezt a beszélgetést, a cipőt is oda. Lehet a cipő, már nem emlékszem, ugye? És nagyon szép volt. Úgyhogy néha mondom magamba azért ilyeneket, hogy sokan elmentek már a föld életből. Aranka, István, csak a keresztnevüket mondom, akik azt mondtam, hogy majd behúznak ők engem, mert Mennyországba odaérek. És na úszdan akkor, ami még nagyon szép volt ott, hogy egy jó házas közösség kialakult, és megszálltunk egy telepet, ahogy cigányok laktak csak. Volt egy valamikor boltként, azt megkaptuk az önkormányzattól, felújítottuk, és az első misén már 40 gyerek volt, de különböző korosztály. És közöttük volt olyan is, aki ruhátlanul volt ott. És hát együtt miséztünk, mert nem tudták a válaszokat, hogy az Úr legyen veletek, ők is mondták, az Úr legyen veletek. És, de a lelkük annyira nyitott volt, és egy év után már tudtak válaszolni, de ez hogy? Nem én, hanem egy stáb összeállt a házasokból. Volt összük orvos is, volt bennük tanár is, volt óvónő is, házasok is voltak, akik más munkahelyen dolgoztak, és bevállaltak, hogy 2 év után telt már ez, hogy kimentek minden szombat délelőtt. Ez a 8-10 ember. És a épülettömbben voltak kisebb helységek, mint boltban, raktárnak használták, de ki, az is föl lett újítva, és ott kisebbeket odavittük, korosztály szerint szétettük. És minden héten kimentek. Akkor áldozatot hoztak. De értették ezt, hogy vagy odaadjuk az életünket, értük, akkor lesz változás, és harmadik év után volt 10 áldozó. Megkeresett az Ózi volt, hogy atya, az én mi rokonaim nem lehetnek első áldozók? Mondom, én hívom őket, de nem jönnek. És képzeljétek el, minden szombaton délelőtt 11-re hozott 20 gyereket. Összeszedett. Ennek kétharmada rokonság volt, kétharmada is, és ebből is kinőttek az első áldozók. Azokat látjátok ott minisztrás ruhába. Hát nem volt rendes ruhájuk, és felöltöztöttük őket, és úgy volt az első áldozás. No, tehát
az egy gyöngyszem volt, ez egy Ózdon. Hát ott ingyen konyha is volt, de hát az... Ingyen konyhát azt te indítottad ott el, ugye? Igen. De hát azóta megszűnt, sok minden megszűnt. Ez előfordul néha, igen, hogy... Igen. Az úgy indult el, hogy megint az, ahogy a Karitás... A Jéger atyával volt egy idézőbe összeszólalkozása, mondom, Jéger atya, nem tudnál segíteni? Azt mondja, nálatok nincs Karitás csoport. Hát mondom, zászló kell oda, hogy elismerjük, hogy éljük a szeretetet, meg te... Azt mondjuk, alakuljon meg a Karitás, akkor megy oda is szállít már. És így történt, és amikor eljön először, hát ott volt 80 ember, hogy meghallgatta, hogy mit jelent a Karitás, Jéger atya elmondta. És 80 ember odajött, és ezekből született meg ez a önkéntes, nem pénzért, meg ilyesmiért vállalták be, hogy nem is az iskolával megegyeztünk, hogy főzött, mi termet berendeztük, öregekre összpontosítottunk, tehát azokat hívtunk meg, ha nem, akkor elvihette. Egy, azt hiszem, még ahogy eljöttem, utána még egy évig működött. Gondviselés az, ami úgy eddig is hát, így. Azt... Hát reggeli tudném mesélni, vagy estig, még a gondviselés hogy segített Ózdon. Tehát ott tényleg a gondviselés volt mögöttünk. Akár a lelki programokról volt szó, akár milyen anyagi dolgokról, meg ott nagy szerepe volt a Szűzanyának. Egy ilyen hosszú szolgálat után, amit így a szegények körében végeztél, jött egy olyan 14 éves időszak az életedben, ami talán segíthetett abban, hogy megmutasd a következő generációnak, a papság következő generációjának azt, hogy hogyan kell tettekre váltani a Jóistennek az igéjét. 14 éven keresztül a papképzésben vettél tevékenyen részt. Hát spirituális könyv, meg spirituális kései hivatások, szemináriumának a rektora. Igen, az is benne volt, így jött össze 14 évig. Meg az érseki papnevelő intézet rektora is voltál. Igen, igen, papnevelő szemináriumnak. Igen. Mit jelent számodra ez az időszak? Tehát sok meglepetést történt az életemben az Isten részéről, tehát lehet, hogy érzékeltettem is akár a diszpozíció révén, vagy egyéb révén, de ez is azok közé tartozott. Én sose készültem erre. Igyekeztem jó lelki pásztor lenni, igyekeztem, ami talán összefügg a papneveléssel, hogy a lelki életemre mindig vigyáztam. Tehát ez is egy legnagyobb kihívás a mai napig is. Ez, nyilván itt is van egy érdekes szituáció most, ahol vagyok. De azt jelenti, hogy nekem fontos volt az ima élet. Ez lehet, hogy néha azt jelentette, hogy reggel 5 órakor keltem, hogy elmondjam a imádságot, mert 7-kor szentmise, utána már jön a program és egyéb is, és akkor annél lehet, hogy délőtt nem lesz időm elmondani az imádságot, nem az egész nap itt, csak ami reggel szoktunk elmondani, de nekem az 5 órakor kezdődik, ma is 5-20-kor kezdődik, de és ezért hálát adok a Istennek, hogy ebbe mindig nem a kísértés győzött, hogy hát most van dolgom és egyéb, hanem elmék Zsolozsba, akkor valakinek elejtettem, de hát elég mondjuk hiányos is lehet ez, de azt mondtam, hogy általában 70%-ban megvolt mindig a papi életemben a külön elmékedés, amit én tanítottam, majd később, hogy bejutottam a szemináriumba, vagy ott voltam. Napi fél óra elmékedés, amit csak nekem üzen. Akkor ugyanúgy benne volt az adoráció, a szentséglátogatás, talán itt annak egy gyöngyszeme most, hogy minden kedden egész nap a szentségemadást vezettünk egy külön kápolnába, és nagyon, ez novembertől indult, tehát a részben a Eukarisztikus Világkongresszus révén, és nagyon szépen vannak gyümölcse is már, és, de mindig szerettem az Eukarisztikus Jézussal a együttlétet. Szentírásolvasás, lelkiolvasmány, ezek klasszikusak, tehát ezt tanítják a szemináriumban, hogy ez mennyire fontos a papi lelki életében. De annak azért adok hálát, hogy ezt következetesen vittem tovább a papi életemben is. És innen jött az a lelki erő, hogy ha bemegyek, akkor nekem ebből kell átadni valamit majd. Vagy legalábbis van egy munícióm, amit a tapasztalatból hozom. Tehát én előtte 24 évig lelkipásztor voltam, és úgy mentem be a szemináriumba.
Tehát volt káplános éveim, plebános éveim is, és ami egy óriási erőt adott, még szét volt pakolva a spirituszobában dobozok is, a lány meg a fiú fokolár meglátogatott Budapestről. De jöttek is, emlékszem, a egyik fokolarinó fiú, nem tudom, jártatok-e a spirituszobájába, vagy az óriási kereszt volt a fogadószobába. És rám kérdez egyik fokolarinó férfi, hogy te figyelj, Gyuszi, tudod, hogy miért vagy itt? Hát a kispapok nevelésében, még azt mondja, hogy őt szerest, és rámutatott a keresztre. És na ez nem, a lényeg nem hallgatott el bennem a 14 év alatt se. Hát voltak, és így azért öröm volt, hogy valahol az ember úgy elfáradna, vagy éppen találkozott olyan kispapokkal, aki talán már nem is odavaló volt, vagy nem tudja mi az, hogy papi hivatás, és nem tudunk rajta segíteni, akkor, és ez adott erőt, hogy na, én szeressem, próbálkozzam vele, és na, ezek azok a pillanatok, amikor tényleg a megfeszített Jézus az, aki erőt adott, hogy lehet, hogy át kellett ölelnem ezt a kispapot, nem fizikális, hanem lélekbe, hogy nehezen érti meg, hogy így nem lesz boldog pap, hogy itt kényszerből, úgy tűnik, hogy kényszerként van itt a szemináriumban. Sok szép hivatás is, azzal is találkoztam, ami Jóisten érdeme. Ezt azt próbáltuk a kollégáimmal, a prefektussal, amikor már nem spirituális voltam, Józsi atyával, Janó atyával, és utolsó évek, ami nagyon sokat jelentett számunkra, hogy mi hároman, mivel mi voltunk a felelősök elsősorban a kispapunk nevelésért, hogy vajon mi mit tudunk elkezdeni, amiből mi erőt meríthetünk. És akkor minden héten volt egy délelőttünk, egy fix délelőtt, azt hiszem szerda volt, hogy mi leültünk 10 órakor, telefont kikapcsoltuk, és 12-ig együtt voltunk. És nem az volt, hogy most kiértékeltük, hogy kivel van probléma. Ez a mindennapi dolog, hanem hogy vagyok én most Istennel? És ezt kicserítük hárman egymás között. Akkor mondjuk rektor voltam, Spíri atya. És ebből született az is, hogy mit tehetnénk a jövő papságáért, hogy elkezdtük a családokat látogatni, akik készültek be, hogy legyen egy képünk róluk, hogy segítsük, hogy na most ez a gyerek bekerül, mit tapasztaltunk, szülők, hogy állnak hozzá. És nagyon sokat merítettünk belőle, hogy talán könnyebben tudtuk kezelni a jelenkező hivatást is. Külön kitérnék csak pár mondat erejéig a Kései Hivatások szemináriumára. Ez úgy született meg, hogy felvetődött, hogy csökken a hivatás, és mondjuk 30 fölött is lehetnek olyanok, akikben mozog még a hivatás, mert találkoztunk az életben ilyenekkel, és most őket berakni a fiatalabbak közé, és ez a Seregi Érsek atyából született meg, hogy ő mondta ki az igent, nem mi találtuk ki. Hát ebből kettő hivatásban van, tehát papként dolgozik, aki ott indult el, vagy ott oda jött be először is. Sok tapasztalatuk van, ami fölvetette ezt az ötletet, hogy őket az élet már megpróbálta. Van, aki tanárként jött oda, tehát foglalkozott az ifjúsággal is. Nem lehet az, hogy kiforrottabb? Nekem mindig az a véleményem, főleg a mai fiatalokat látva, hogy egy középiskola után 18-19 évesen annyira éretleneknek érzem én, saját fiamat is látom, 21 éves, hogy elindul egy úton, de vajon biztos-e az, hogy ő 20 év múlva is ezen az úton fog haladni, ahol most, amire most rálépett? Van benne. Ugyanez lehet a papi hivatással, hogy... De mondom én, amikor a főpásztornak más volt a szándéka, mint utána már nem elengedtem. Már nyilván az, hogy a hivatás megerősödjön bennük, foglalkozni kell velük. Vagy itt van a diákonus képzés is rám van bízva. Na de most 14 diákonusunk van. Én már Éskötyának mondtam, ezt pozitíve mondom, mert Éskötyen nem zárkozott el, hogy nem kéne most újra gondolni, hogy legyen bátorságunk indítani diákonus képzést. Vagy ha nem, akkor belekapcsolódni az országosba. Bennem mindig mozgott, hogy egy falut kaptam, amikor plébános voltam, hogy ott a hagyományos dolgok, tehát például, hogy rózsafüzért csoport kihalt.
Most nem az imádság miatt, mert imádkozni lehet, hogy többen imádkoznak. De ezek a szervezetek, rózsafüzér csoportok, ezek mindig olyan erősek voltak, egy vezéregyéniség volt, aki összetartotta őket is, és hatott a plébáni életére is, mert ezek, na, tehát ezek nincsenek. És na most egy ilyen, bocsánat, ilyen profán hasonlattal mondom, egy szabad vadászterület, egy-egy falu, település. Tehát, hogy kéne, mind kéne, ötletem van, de talán nem ez a fórum most, ahol erről hosszan kéne beszélni, hogy képezni világiakat. De ezzel embert ráállítani. Tehát nem az, hogy meghirdetjük, mert erre nem mozdul senki. Hanem személyesen megszólítani embereket. Igen, hogy indul egy, de nyilván a érsekatyán keresztül, meg a teológiai tanárokon keresztül, hogy esetleg mi is az, amit tanuljanak meg, és a többi, de ezt nagyon kellene. Gyula atya, vészesen közeledik a műsoridőnknek a vége, de még van három olyan terület, amiről muszáj beszélnünk. Az egyik az, itt segíts nekem, kérlek, hogy fél évet voltál Olaszországban. Ez rögtön a szeminárium után volt, vagy az újdiósgyőri éveket követően? Előtte, újdiósgyőr előtt. Akkor a szeminárium évek után fél évet Olaszországban egyet töltöttél. Egyet kértem, ezt elmondhatom. Megkeresem az érsekatyát, érsekatya, szeretnék visszamenni a lelkipásztorkodásba. Egy akkora élettapasztalattal, 14. amit plébánosként, káplánként eltöltöttél, utána 14 év a papképzésben, és mégis úgy érezted, hogy szükséged van arra, hogy hát a lelkipásztorkodás. Igen, mert a karizmát meg kell ismernem jobban, és most alkalom van rá, hogy eltöltöttem 14 évet a papképzésben, talán próbáltam szívvel, lélekkel csinálni, akkor ez volt az érsekatyától kérdésem, hogy szeretnék kimenni egy évre Lopianóba. Azt mondja, hát a rektor nem mehet el egy évig. És akkor úgy történt, hogy kiengedett egy októberbe, egy hónapra, egy ilyen nyelvdologra. Bressába voltam, egy fokalanyú atyával együtt laktunk, mostunk, főztünk, mindent csináltunk. És akkor utána januártól kiengedett júniusig, papszentelésig. Mi volt az, amit ott tanultam? Tehát élő módon megtapasztalni, amit talán itt is sikerül a paptársaimmal megvalósítani, hogy mi, amikor káplán volt, a káplányaim voltak, vagy vannak, nekünk minden nap szerepel egy közös imádság. Reggel a szentmisét, aki végzi, vagy aki gyóntat, utána megreggelizünk, és a 8:45 körül itt ülünk ennél az asztalnál, és elmondjuk a kis órát. És ők is tudják, hogy ez azért hangzik, hogy mondjuk az imádságot, hogy jó Isten segítsen a hivatásunkba, és ez mindenhol sikerült. És ez jó Istennek hála. Na most a Lopianóban kimentem, és ott pedig csak papokkal, hát ott egy iskola, tehát házasoknak, fiúknak, lányoknak, akik elköteleződés felé hajlanak, fiataloknak, papoknak, szerzeteseknek, és így nézve, hogy 21 néhányan voltunk, együtt voltunk a kispapokkal, de mi iskolázottunk. Tehát ugyanaz volt, hogy igeélés, közös elmékedés, közös imádság, ez fontos volt. Ahogy most is érzem, és fiúkkal nincs tiltakozás, hogy most nem, közösen beszéltük meg, legyen egy ilyen imádság minden nap nekünk, mert ezt tartja össze. És ugyanúgy Lopianóban ez volt, dolgoztunk, tehát én a kertészetben füvet vágtam ezzel a géppel, mások a gyárba dolgoztak, tehát mentünk mi papok. És ez, ami érdekes, ez a fél évből nagyon megmaradt. Húsvétkor mindig volt nagy vendégfogadás a városkába. És kik voltak a mosogatók? A papok. Papok mosogattak. És püspök is volt közöttük. Mert a szolgálat a lényeg, a szeretet. És akkor mentünk asztalról, 200 vagy 300 vendéget, mi szolgáltuk föl, vagy hoztettük el a tányérokat, terítettünk meg újra, és húsvét napján. De ebbe az volt a csodálatos, nem, hogy jó, ha otthon lennék, én vonulnék be a templomba, meg a feltámadt Jézus ünnepelni, itt van most Jézus, ebben a szolgálatban. Tehát ott a, hogy mondjam, a papi lelkületnek a csiszolása történt bennem is, hogy még inkább, hogy na, mi szolgálatra vagyunk szentelve. Az egész életed erről szól, Gyula atya. Innét 2013 és 18 között Miskolc újdiósgyőrbe kerültél plébánosnak. Igen, 5 évig voltam ott. Ott meg, ami új volt, és az itt is ismétlődik,
hogy a kapcsolat. Plebániáni születtek is csoportok, de igazán egy katolikus iskolát ott ismertem meg belülről. Az jó volt, mert első között volt, tehát minőségtantestületben, a hitet tekintve szülőkben is, de ott is elindítottunk egy lelki programot a tanároknak, szülőknek is. Tehát, hogy gyakran bementem az iskolába. Itt örülök, hogy Marci ezt csinálja most a négy iskolába. És itt is a kapcsolatom van a hangsúly, mert annyi, itt még komolyabban, mert tantestület, szülők, tehát az iskola szelleme nem járját őket egyértelműen. És ezzel, hogy ilyen szülőknek tartom szülői értekezletet, én már csak inkább kívülről, úgy szemlélem kívülről, hogy a magában, oktatásban már a káplánok vesznek részt, részben csak, szentségig, mert van, akit oktatok. De hogy tanárokkal találkozom, szülőkkel találkozom, ezt tanulgatom. De ez már a Gyöngyös felsővárosi Ez már Gyöngyös, csak találkozik a Új Diós Győrivel. Azzal zárnám ezt a beszélgetést, hogy egy gyönyörű papi jelmondatot említettél nekem, amit annak idején a szentelésedkor választottál. Mi volt ez a jelmondat? És hogyan fejezi ki azt, amiről így az elmúlt közel egy órában beszélgettünk? Atyám, ráthagyatkozom, tedd velem azt, ami neked tetszik, bármit teszel is velem, megköszönöm. Most mi az, ami először is ebben megfogott, hogy ez az Istenre való hagyatkozás. Ez nagyon fontos volt a számomra. Ezt nem mindig öleltem át, de mindig visszataláltam ide. És tedd velem azt, ami neked tetszik, hát ez nem mindig volt könnyű. Hogy néha belül, az mindig megőrzött attól, hogy kifelé nem panaszként jött ki belőlem akármi, ami nem tetszett. Hát ez akár a diszpozíciók révén, vagy akár a iskolarendszerben, vagy bármiben. És bármit ezért is megköszönöm. Tehát az mindig este eljutottam a lelki életemben oda, és a paptársaimmal volt találkozásban is, nem csak itt, hanem a fokolár papokkal, akik nyilván ott nem volt egymás előtt titok, hogy az ember megosztja nem csak az élményeit, ami feltámadás hangulata van, hanem annak is, amikor talán a keresztre feszítés. És ez óriási segítséget adott a paptársak, meg ez a odálltak mellém, meghallgattak, volt kinek elmondani, volt nekik is tapasztalatuk, és mindig oda jutottunk el, hogy igen, hát ez a köszönkő Jézus keresése, hogy ő a bölcs, nem mi vagyunk a bölcsek, és lehet, hogy belőled szólal meg, és nekem meg segítséget jelent. Gyula atya, keresem azokat a szavakat, ami így veled kapcsolatban először eszembe jut. Szelídség, humor, kedvesség, alázat. Ezt nekem mondod? Igen, ami így veled kapcsolatban bennem megfogalmazódik. A szeretet és a hitelesség, ami úgy gondolom, hogy a legfontosabb a hívő ember, és hát egy lelkipásztor életében is. Hát, de újra aláhúzom, hogy paptestvérek nélkül nem menne nekem fokra a paptestvérek nélkül. Nyilván kell a közösség. Még nagyon sokat segítenek a fiúk, tehát ez olyan sok, szép kapcsolatunk van most is a kicsi káplánnal. Kell a közösség, de kell hozzá az az ember, aki nyitotta arra, hogy a Jóisten ezeket az ajándékokat, ezt a karizmát tudja kamatoztatni az életében. Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, Gyula atya, és kívánom, hogy a Jóisten segítségével még ezt a sok-sok jót, amit eddig is tettél, ezt tud akár itt Gyöngyösen, akár később más szolgálati helyeden is az emberek között tenni. Köszönöm szépen.